Chopin Opus 28-as számú művét, 24 prelűdjének mindegyikét eljátszotta a Kultúra napja alkalmából megrendezett zenés irodalmi esten Konyicska Renáta zongoraművész a Kodály iskola Nemesszegi Márta termében. Az erdélyi nagybányáról induló művész 10 éves korában vették fel a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek osztályába. 12 éves képzést követően a köztársasági elnöktől nyert ösztöndíjjal került Londonba, a Royal Academy of Music-ra, ahol mesterdiplomát szerzett. 10 éve már, hogy Londonban él, és onnan kiindulva tervezi és teljesíti egyre szaporodó nemzetközi fellépéseit. A zongoraművész most először lépett föl Kecskeméten, ahová Dömötő Zsuzsa karmester javaslatára hozták el zenés irodalmi összeállításukat Szőlősi Mátyás költővel közösen. Szőlősi Mátyással közösen készülünk egy zenés irodalmi estel a mai napra, ide a Kodály iskolába, és ezt a műsort már többször előadtuk Budapesten, és Mátyás édesanyja Kecskeméten itt az iskolában végzett, ő karmester, és igazából az ő ötlete volt, hogy hozzuk el ezt a műsort ide a városba, és nagy örömmel tesszük ezt. Az előadásban az egyes prelűdök közé illeszve szólalt meg az esten Szőlősi Mátyás Szabad című 2022-ben megjelent verseskötetének 15 válogatott darabja a szerző avatott tolmácsolásában. A cím nélkül egymás után sorjázó darabok épp úgy kirajzoltak egy történetet, ahogyan Chopin zenéje is, a történetek pedig felerősítették egymást. Az egyórás műsort követően a két fiatal művész a színpadon válaszolt Kriskó János pályafutásukat és további terveiket firtató kérdéseire. Sok személyes történet mellett elhangzott az is, hogy egyiküktől sem idegen egy újabb közös műsor összeállításának ötlete, amit felkérés esetén örömmel hoznak el Kecskemétre is.